Röngdobás, kőlökés, szalmabálagurítás. Ez csak néhány feladat azok közül, amelyeket a hagyományos puszta olimpián kellett végrehajtania az Eto FC labdarúgóinak. A játékosok szerdán délután utaztak Halászébe, hogy közösen a mindennapok edzéseiből kiszakadva töltsenek együtt egy napot. Elég hosszú a felkészülés, elég sok edzés van, elég monoton. Úgyhogy én mindenféleképpen fontosnak tartom már csak azért is, mert itt legalább együtt tudunk lenni egy teljesen más közegbe. Együtt vannak a játékosok, tudnak beszélgetni, jól szórakoznak. Én mindenképpen fontosnak és építőnek tartom. A srácok egy magyar kártyapakliból húztak lapokat, így derült ki, hogy ki kivel lesz együtt a négyes csapatban. Itt éppen patkodobással próbálkoznak, inkább több, mint kevesebb sikerrel. Koltai Tamás elégedett volt csapata teljesítményével. Nagyon jók vagyunk, én úgy érzem. Nagyon jó a gyakorlatok, nagyon jó a hangulat, ami épít a közösséget, szóval tényleg jó, nagyon. Mennyire fontosak a csapat életében ezek a kis csapatépítő tréningek? Hát nagyon jó, mert eddig is jó közösség volt, de úgy érzem, hogy ez még jobbá teszi az egészet. A feladatok egyébként nem is annyira egyszerűek, mint amilyennek tűnnek. Tokodi Tibornak például a zsákban futással gyűlt meg a baja, talán mondanunk sem kell, hogy a többiek legnagyobb derültségére. Természetesen mindenki nagyon örült ennek az esésnek. Igen, köszönöm szépen, jól vagyok. Még nem futottam soha zsákba, úgyhogy meg is látszott a teljesítményen. Talán a létrafutás igényli leginkább a csapatmunkát. Itt ugyanis a négy játékos belép a létra fokai közé, majd a közös ritmust eltalálva kell elszalomozni a pálya végéig és vissza. A srácok viszont láthatóan jól tudtak együtt dolgozni, hiszen kiélezett versenyt hozott ez a versenyszám. Természetesen nagyon szeretem az ilyen programokat, az ilyenek nagyon jót tesznek a csapatnak. Új edzővel dolgozunk, úgyhogy fontos, hogy minél jobban megismerjük egymást. A hangulat remek, és most a holt szezonban, amikor rengeteg kemény edzésünk van és kevesebb szabadidőnk, ilyenkor különösen jó, hogy ilyen szórakoztató programon vehetünk részt. 3-2-1 Aztán mindjárt itt is a következő feladat, a talicskatolás. De csak hogy ne legyen olyan egyszerű, ezt is szalomozva kellett megoldani. Eddig talán amúgy mindegyik tetszett, de talán a talicska volt a legjobb, azon nevettünk a legtöbbet, de mindegyik feladat nagyon szállalmas és nagyon jól ki vannak találva. Csapatod hogy szerepel eddig? A csapatom, hát mindig nagyon jó. Nem, hát ugye az erős közép mezőnyben vagyunk, a végére akarjuk felszívni magunkat. Az egyik legnehezebb feladat talán a szalmabála görgetés volt, de a jó hangulat természetesen itt is alaptartozik. Azt hiszem egészen jól szereplünk. Még egy feladat hátra van, reméljük, hogy az is jól fog sikerülni. Melyik feladat tetszett a legjobban? Nem is tudom, igazából az összes szórakoztató volt, de ezt az utolsó feladatot nagyon vicces kívülről nézni. Egy olimpia programjából sem maradhatnak ki a dobószámok. Dudás Ádám például a röngdobásban jeleskedett, társai zrikálása ellenére jól sikerült neki a feladat. Hát igazából nekem nem mondták most azt, hogy magasan dobjam, vagy hosszan dobjam, úgyhogy egy kicsit meg voltam zavarodva, de aztán a végére sikerült oda érni az elejére. Következett a súlylökés elődje, a kőlökés. A tízesek csapatának tagja Kalmár Zsolt optimista volt a versenyszám alatt, hiszen szoros versenyben voltak az ászos együttessel. Szerintem nagyon jól megy, mindig ott vagyunk a első háromba, még jobban megpróbáljuk csinálni, nagyon élvezzük. Van kitűzött cél, meg akarjátok nyerni? Persze, hát mindig nyerni akarunk. Aztán, hogy van rá esély. Hát most ebben a feladatban kéne még jól teljesíteni, és ügyességben szerintem ott jók leszünk. Azt persze a játékosok is elismerték, hogy egy ilyen versenyen nem a győzelem, hanem a jó hangulata fontos. Egészséges önbizalomból ennek ellenére nem volt hiány. Egyértelműen az én csapatom a legjobb, meg fogjuk nyerni a versenyt. Persze csak viccelek, ma nem is az a fontos, hogy ki szerepel a legjobban, sokkal inkább az a lényeg, hogy most mindenki kikapcsolódjon és jól szórakozzon. Wolfnak végül igaza lett, hiszen valóban ők az ászjelzésű csapat nyerte meg a versenyt, csapattársai pedig Pátkai Máté, George Kamber és Lubos Kamenár voltak. Hajszállal előzték meg a Dinnyer, Dudás, Kalmár, Had 4-est.